Nem véletlen, hogy a táborhegyi látomás távlatára figyelmeztet ugyanitt az apostol, amikor azt mondja, de a mi hazánk a mennyben van. Vagyis, hogy mi mindenbe számítsuk bele, mint legfőbbet az Istent, és különböző vágyaink végcélja az legyen, hogy tetszésére legyünk az Úrnak. Ugyanakkor keresztény létünkből ered az is, hogy mi tudatos keresztfordozók vagyunk, mivel ez az útja annak, hogy az örök élet részesei legyünk. Ugyanis át kell alakulni a mi földi valónknak, és a keresztény átalakulásnak csak az örök életben válik teljessé, de a keresztség által már most megkezdődött bennünk, Krisztus kegyelme már működik bennünk, ez alakít át az ő képére, ha elfogadjuk, hogy vele együtt a keresztet is hordozzuk. Testvéreim, mi ne a könnyebbet, ne az élvezetesset, ne a kényelmeset keressük, bár a testünk erre, ebbe az irányba mozdítana minket. Illetve ne essünk kétségbe akkor, amikor Istenünk akaratából jön a nehéz, egy betegség. Miként egy lelkipásztor, amikor megtudta azt, hogy súlyos, rákos beteg, ezzel nyugtázta azt, mint amikor valaki meghívót kap. Azt mondta, aha, tehát kezdődik. Isten megmutatja úgy is, hogy szeret minket. Ha csodálatosan meggyógyulunk, szenvedésünk enyhül a kitartó ima után, de nem ez a minden. Ne feledjük el, hogy át kell alakulnunk, és annak a belső ragyogásnak, ami a megszentelő kegyelem által már egy folyamat, végig kell járnunk a keresztutat, hogy eljussunk annak teljességére, hogy átalakuljunk. És aki nem felejti a táborhegy élményének ajándékát, az nem ijed meg, nem rettenik meg ilyenkor, amikor meghívást kap a kereszthordozásra, mert tudja, ez az egyetlen útja annak, hogy bejusson a mennyei dicsőségbe. És testvéreim, eljön az óra is. És ez a második nagyobb gondolatunk ezen az estén. Krisztus egyetlen húsvéti misztériumának két szembenálló, de nem ellentétes szempontja a halál és feltámadás, a kereszt és dicsőség. Lesz majd kísértés, sötétség, szenvedés Jézus életében, és a benne hívők életében sem fog hiányozni a kísértés, a sötétség, a szenvedés. Jézus órája, amelyről az elhangzott mai evangélium beszél, mindezt egybefogja. Egybefogja a múltat, a jelent és a jövőt. És olyan óra ez, amely egyben szenvedéssel teli, rettegett kereszthalál, és ugyanakkor várva várt, előre megígért megdicsőlés órája is. Más alkalmakkor Jézus visszautasította, azt mondta, még nem jött el ugyanis az ő órája. És íme, most azt hallottuk tőle, eljött az óra, hogy az emberfia megdicsőljön. Vajon mi is ez a megdicsőlés az Úr Jézus Krisztus számára? Nem más, testvéreim, mint maga a kereszthalál. És az ember értelem e szavak hallatára a legnagyobb ellentmondásba ütközik, mert hát hogyan lehet a kereszthalál a megdicsőlés órája? Mert mi a megdicsőlést valami rajongásban, ünneplésben képzeljük el, mint a táborhegyet, mint majd a virágvasárnapi bevonulást. Az Úr Jézus Krisztus világában azonban a megdicsőlés az nem más, mint rejtett lényének felragyogása és annak szemlélése. A mai evangéliumban arról is hallottunk, hogy a húsvéti idő alkalmával néhány görög, illetve pogány, akik imádkozni mennek Jeruzsálembe, szerették volna Jézust látni. És ezek éles ellentétben állnak a farizeusok cinikus, ellenséges viselkedésével. Ők istenfélők, vagy prozeliták voltak, akiket vonzott a zsidó vallás egyistenite, azonban nem tartották meg az összes mózesi törvényt, vallási szokást. És itt nagyon beszédes a jelenlétük, illetve a vágyuk, hogy látni szeretnék Jézust ebben az időpontban, amikor ő fölkészült a szenvedésre. A puszta kíváncsiság nem vitte volna a görögöket Jézushoz, csak az őszinte vágy hite.
és az a körülmény, hogy éppen most jelentkeznek, azt akarja jelezni számunkra az evangéliumban, hogy közel van Jézus órája, az ő fölemelkedésének az órája, és minden ember magához vonzásának az ideje. Jézustól tehát ők is, és az ő képviseletükben mi is olyan választ kapunk, amely messze túlszárnyal kérésünk láthatának. És azt mondja nekünk az Úr Jézus a mai evangéliumban, látni akartok, látni akarjátok dicsőségemet. Nos, jöjjetek nagy pénteken a Golgotára, amikor elérkezik az én órám, látni akartok engem, akkor álljatok a kereszt tövébe, nézzetek megkínzott arcomra, vérző sebeimre, mert nem a hatalommal, hanem ezekkel szerzek örök üdvösséget nektek. Igen, ő a kereszten fölmagasztosult, a megdicsőlt emberfia mindeneket magához fog ölelni. Kedves testvéreim, az egyházi év ünnepei olyanok, mint amelyeken átéljük megváltásunk művének eseményeit. És most már egyre közelebb és közelebb kerülünk a nagy héthez, többször is hivatkoztam már erre, ahol Jézus szenvedésének szenvedései jelennek meg majd előttünk a szertartásokban. És most megkapjuk a fölhívást, hogy tényleg legyünk jelen, szemléljük majd, lássuk a szenvedő Krisztust, a bűn felett diadalmaskodó megváltót, mert nem mindegy, nem közömbös a mi jelenlétünk, és nekünk nem mindegy, hiszen Istenünk azt ígéri azoknak, akik látni fogják ekkor Jézust, és hitük által részesülni fognak az ő órájában, hogy majd részesülni fognak az örök életben is. Prohászka Ottokár szent életű püspök jegyzi meg. Jézus szenvedése nekünk is a szánakozó szeretet iskolája. Szeretsz-e? Kérdezi az Úr. Ó, ha szeretsz, szánj meg! S íme a szerető lelkek a szánakozás élő szobrai lettek. Első a szűz, akinek lelkét átjárja a tör. Mellette Szent János, Szent Magdolna. Szent Pál érti, hogy azt kell éreznünk, amit Krisztus érzett. Szent Péter, a könnyes arcú ember, Assisi Szent Ferenc és a szánalom szent jegyesei telve vannak részvéttel a szenvedő Úr Jézus iránt. Szent Angélának mondja Krisztus, áldjon meg, Atyám, azért, hogy szánakoztál fájdalmaimon. De kedves testvéreim, Jézust látni és vele lenni, amely nagyon fontos, ugyanolyan fontos, mint a beteg, haldokló szeretteink mellett ott állni, a kezüket fogni, egyé válni, együttérző szívvel mellettük lenni, még ugyanakkor azt is jelenti, hogy tőle, az Úr Jézustól kell tanulnunk, és életünkre vonatkozó megértést is ad nekünk. Meg kell tanulnunk azt, hogy aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét, megmenti azt. Meg kell értenünk azt, hogy a búzaszemnek el kell halnia, hogy sok termést, hogy életet hozzon. Vagyis a földi életünk az nem jelenthet nekünk abszolút értéket. Antiochiai Szent Ignác az élet gyűlöletének, azaz a földies gondolkodástól való elszakadásnak, elvesztésnek a következményét úgy élte meg, hogy így lesz részesévé Jézus órájának. És azt írja híveinek akkor, amikor fogolyként hajó Rómába viszik, és tudja, hogy a vértanúság vár rá, hogy ő Istennek a búzája, és szeretné, hogyha a vértanúságban a vadállatok fogai Krisztus kenyerének gabonájává őrölnék. Azt mondja, milyen szép, hogy elhagyhatom a világot, és Istenhez juthatok, hogy ő benne feltámadjak. Jézus példát adott a szenvedésben tanúsítandó egyedüli helyes magatartásunkra. Ez pedig így foglalta össze nekünk a mai elhangzott szentlecke. Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudja menteni a haláltól, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Jézus Krisztusnak az Atyába vetett bizalma tudta vállalni a kereszt halált. Jézus bele tudott halni az Atyába vetett bizalomba. És ezt kell megtanulnunk Jézustól, az Atyára való teljes ráhagyatkozást.
Bizalom az igazi keresztény lelkület a szenvedésben, mert csak az engedelmesség útja lehet számunkra a boldogság útja. És aki tud és akar engedelmeskedni, az beteljesíti teredményi állapotát. Jézus válasza tehát arra, hogy mi mit is tegyünk a szenvedések, a megpróbáltatások reán goruló éjszakáján. Könnyünk csillagfényében kiáltsunk Istenhez. Talán sokan éppen azért roppannak össze, amikor jön a szenvedés súlya, mert nem tudnak Istenhez kiáltani, mert elfelejtették az imádság nyelvét. Vagyis nem a perlekedés, nem a lázadás, nem a zúgolódás, hanem az imádság nyelvén nyerhetünk Istenben hitet és megerősödést. Az igazi Istenbe vetett bizalommal merünk nyugodtan akár még meghalni is, mert bízunk abban, hogy Isten föltámaszt. Chiara Lubich, egy lelkiségi mozgalomnak az alapítója, a következőket fogalmazza. Egy fa lombkoronájának átmérője gyakran megfelel a gyökerek kiterjedésének. A lélek olyan mértékben tágul ki Krisztus szeretetének, amennyi fájdalmat viselt el érte és ajánlott fel neki. Szeretett testvéreim, Jézust látni azt is jelenti, hogy meg kell látnunk a saját sorsunkban, a saját szenvedésünkben, halálunkban a keresztre feszítettet. Mert tény az, hogy az Atya iránti totális, halálig szóló bizalom és engedelmesség, ez rettentően nehéz, embertelenül nehéz feladat. De nem vagyunk egyedül, mert valaki már megjárta ezt az utat úgy, hogy ösvényt vágott előttünk, és jár velünk ebben a rengetegben. A keresztre feszített és a megdicsőlő Krisztus, ami szövetségesünk, és az új szövetség teljesül a mi sorsunkban is, amikor már mindannyian felismerjük, láthatjuk őt, őt a szabadítót, szívünk, lelkünk legmélyébb. Látni akarjuk Jézust. Ez ma sem lehetetlen kívánság, hiszen miként egy lelkiíró írja, az emberiség minden szenvedése nem más, mint Krisztus szenvedése elosztva az idők folyamán. Jézus keresztútja átvezet a világ minden csataterén, nyomortanyáján, kórházán, munkahelyén, faluk, városok, utcáin keresztül. Krisztusban szeretett testvéreim, elközelgett, eljött Jézus órája. Eljött annak ideje, hogy most kövessük mi is Jézust. Most a nagybőti lelki gyakorlat lezárásával, megerősödve a feltámadás hitében, lelkileg megújulva, feltámadva a bűn halálából, testvéreim, határozzuk el, a nagybőt szent 3 napján eljövünk a szertartásokra, és majd nézzünk a keresztre, hogy vele legyünk az Úr Jézus Krisztussal, mutassuk meg iránta való együttérzésünket, szeretetünket, és így tudjuk meg majd azt, hogy hová is vezet a kereszt királyi útja. Tudni akarjuk azt, hogy hogyan éljünk ezentúl, hogy mit kezdjünk akár még a szenvedéssel is. Jöjjünk el, és nézzünk a keresztre. Kevés az erőnk, a hitünk, a reményünk, a szeretetünk. Jöjjünk, és merítsünk e szent 3 napból. Szegődjünk Jézus nyomába, és engedjük, hogy magához vonzza a szívünket az a kereszt, amelyet Isten szeretete mágneshez. Amen.